Szeretettel üdvözlök mindenkit, Balázs Gyöngyi vagyok, és szeretném önöknek bemutatni a dobos torta eredeti receptje szerint elkészült tortát. Először is szükségünk van 3,5 deka vajra, amit felmelegítünk langyosra. A vajat felmelegítettük, levesszük a tűzről. Szükségünk van még tojásfehérjére, 180 g-ra. Ehhez hozzáadjuk a 100 porcukornak a 3/4 részét. Előkészítjük. Ezt habbá verjük, de nem túl kemény habbá, figyeljünk rá. A tojás, 120 tojás sárgáját az átszitált porcukorral habosra kikeverjük. Ebből egy jó krémes habot kapunk, szinte már olyan lesz, mint egy majonéz. Közben figyeljük a tojás felézét, hogy nehogy túl verjük, már azt se tesz jót a lapoknak. Elkészült a tojásfehérje is. Amit kemény habbá vertünk. Most hozzáadjuk a tojássárgáját. És ezzel meg vagyunk, lassan hozzácsurgathatjuk a vajat. Elkezdjük kevergetni, szépen beledolgozzuk a fehérjébe a sárgáját. És az átszitált lisztet óvatosan hozzákeverjük. Először egy picikét, hogy ne törjön a hab. Mehet bele az összes. És így meg is volnánk kivajazott tepsire. Lisztet szórunk, és ebből a mennyiségből 6 lap fog készülni. Figyelünk arra, hogy szépen óvatosan elkenjük. Próbáljuk minél egyenletesebben, de ha nem sikerül, az se baj, mert a végén egy kicsit meg tudjuk vágni. Az így elkészült lapokat 180 fokos sütőben körülbelül 6-8 percig sütjük. A sütőt bekapcsoljuk 180 fokra, 6-8 perc alatt megsül, de ez változó, attól függ, hogy milyen sütőnk van. Megsütöttük mind a 6 lapot, most el fogjuk készíteni a krémet hozzá. Szükségünk van 4 egész tojásra, 200 g cukorra, 235 vajra, 1,7 vaníliás cukorra, 200 g étcsokoládéra, kakaómasszánk is van 3,5 deka, és a kakaóvaj az is 3,5 deka. Először a tojásokat a porcukorral összekeverjük. Vízgőz fölé rakjuk, és melegítjük. Ezt körülbelül 70 fokosra melegítjük. Közben felrakjuk a csokoládét, csokoládémasszát és a kakaóvajat is melegedni. Amíg ez melegszik, a vaníliás cukrot és a vajat kihabosítjuk. A tojás a porcukorral elkészült, felmelegítettük körülbelül 70 fokosra, régen ezt úgy mondták, hogy csípőségig melegítjük. Ezt itt keverhetjük, kihűlésig. Tojáshabunk elkészült, és óvatosan beleforgatjuk a vajba. Kézi habverővel, óvatos mozdulatokkal, hogy ne törjük össze a habot. Ha egy picit összetörik, nem kell félni, végére úgyis összeáll, és nagyon-nagyon finom lesz. És most óvatosan hozzáadjuk az olvasztott csokoládét.
könnyű mozdulatokkal kevergetjük, szép márványos, szépen eldolgozzuk, és egy csodálatos krémet kapunk belőle. A krémünk elkészült, tölthetjük a tortát. A lapokat kicsit megformázzuk egy ilyen tortakarikával, az összeset, és kezdődhet a töltés. Ugye az elején említettem, hogy 6 lapból áll a dobostorta, 5 lapot betöltünk, a 6. lap lesz a dobostetős. Elosztjuk szépen a krémet. Próbáljunk meg egyenletesen. És hogy körülbelül ugyanannyi krém legyen, mint amennyi lap. A tortát betöltöttük, már csak a dobostető van hátra. Pici dermesztés után a tortakarikából kivágjuk a tortát, és megpróbálunk rajta csinosítani egy picikét. Szépen megformázzuk. Így, és mehet a hűtőbe, amíg a dobostetőt elkészítjük. És akkor most elkészítjük a dobostcukrot, amit körülbelül 10 deka cukrot melegítünk fel, karamellizálunk. Vigyázzunk arra, hogy meg ne égjen, de a cukor teljesen elolvadjon, és szép karamellszínt kapjunk. Egészen addig, amíg a kristályok elolvadnak. És most bevonjuk vele a 6. tortalapunkat. Óvatosan bánunk vele. Picit várunk, hogy egy picikét hűljön, mert különben beleragadna a késünk. A kést egy icipicit megvajazzuk, és 16-ba osztjuk a tortánkat. Először bejelöljük, majd határozott mozdulattal elvágjuk. És szeleteket fölaprítjuk. Megvárjuk, amíg egy picit hűlnek a doboslapok, aztán szépen egyesével ráhelyezzük a tortánkra. És elkészült a dobostorta igazi doboslapból, most jöhet a szeletelés.